Miközben Brüsszelben jogászkodásba csapált a nyilatkozat háború az oltóanyaggyárak és az Európai Bizottság között, addig a hazai baloldal folyamatosan támadja a kormányt, amiért próbál más forrásból is vakcinához jutni. Egy hónapja az oltás ellenességre építő politikai kommunikációról Krekó Péter, a baloldalhoz köthető Political Capital elemzője rántotta le a leplet, szerinte azonban csak kiforgatták a szavait. A kormánypártok felszólították a baloldalt, hagyja abba az akna munkát. Hogyan kellene a továbbiakban megbíznunk az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet döntéseiben, ha az első adandó alkalommal politikai döntés született szakmai döntés helyett? Barkóczi Balázs a DK szóvivője kedden kétségbe vonta, hogy szakmai döntést hozott az OGI, amikor egy hete ideiglenes használatba vételi engedélyt adott ki az orosz Sputnik V vakcinára. Ezzel az oltóanyaggal eddig több mint 1,5 millió embert oltottak be Oroszországban, és a kudarcos brüsszeli vakcina beszerzés miatt Németország is úgy döntött, hogy kész segíteni Moszkvának, hogy minél hamarabb engedélyezzék az Unióban a Sputnik V-t. Barkóczi Balázs ugyanakkor azok mellett, az oltóanyagok mellett kampányolt, amelyekből nem tudnak eleget szállítani az Európai Bizottsággal megállapodott gyártók. A koronavírussal kapcsolatos dezinformációk folyamatos monitorozása és cáfolata. Ez is szerepel a Gyurcsány kormánytól és Soros György alapítványától is több 100 millió forintot elfogadó Political Capital 5 pontja között, amelyet Krekó Péter, a baloldalhoz közel álló intézet elemzője osztott meg a közösségi oldalán. Krekó Péter egy hónapja még az oltás ellenességre építő politikai kommunikációról beszélt a brüsszeli Politico című lapnak. Akkor úgy fogalmazott, ha aláásod az emberek hajlandóságát arra, hogy beoltassák magukat, annak Orbán Viktor viselheti a politikai következményeit. Krekó Péter később perrel fenyegetőzött, mondván kiforgatták szavait. Vannak nyilatkozatok, cikkek, amelyek egyértelműen hazugak, azért ezt tegyük ténylegesen hozzá. Újra lebukott a baloldal. Megmondó emberük, Krekó Péter előre elmondta a stratégiát. A Gyurcsány koalíció abból remél politikai hasznot, ha súlyosbodik a válsághelyzet Magyarországon, jelentette ki Nacsa Lőrinc. A KDNP frakció szóvivője hozzátette, ennek megfelelően nem telik el úgy nap, hogy a baloldal ne támadna álhírekkel vagy csúsztatásokkal a járvány elleni védekezést. Most a vakcina van soron, a védőoltás életeket ment, az időseknél különösen. Minél több ember lesz védett, annál több életet mentünk meg, és annál gyorsabban hagyhatjuk magunk mögött a korlátozásokat. Ehhez képest azt látjuk, hogy a baloldal bizonytalanságot kelt az emberekben, kipécéz egyes vakcinákat, vitába száll a szakemberekkel, és támadja a Magyar Gyógyszerészeti Hatóságot. Nacsa Lőrinc azt mondta felháborító, hogy a baloldal aknamunkát folytat, és ezzel veszélyeztetik a koronavírus elleni védekezést.